Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, srácok! Na, oké. Csabi, hallottál valamit a live-on kívül? Na, ez itt az első ilyen kérdés a live-val kapcsolatban. Nem, nem, semmit nem játszottam, srácok. Ez pontosan úgy áll, ahogy legutóbb volt. Úgyhogy, ja. Na, baromi meleg van még mindig, egy picikét hűlt a levegő, ugye ezt beírtam, de nem számottevő sajnos. Szóval most inkább csuktam egy ablakot, hogy ne jöjjön be az a rohadt meleg odakintről. Úgyhogy ez van, srácok. Na jó van. Magó karrier mód, ugyebár, és itt tartottunk a Challengers-nél. És ez ugye aranypipa, ez teljesen jó volt. Na, ez 301/400. Azt hiszem, hogy legutoljára ugye itt tartottam. Nem, mindjárt megnézem azért. Ja. Igen. Igen. Ez volt. Ez volt. Hú, de régen játszottam, srácok, ezzel a játékkal. De jó isten, jó isten. Várja már. Na, várjá. Valamit elkezdtem volna is. Ja, mert ezt kezdtem el. Ja, igen. Na, ez volt. Majdnem rosszra kattintottam. Ja, igen, srácok, a baboknál a leírást, azt frissítettem. Tehát most már ott van leírva, hogy pontosan miért mennyi bab jár. Ez a friss. Ez a jó, ez a jól beállított. Ennek már működnie kell. Tehát most már biztos, hogy jó. A 100%. Sanyi Almási. Hogy lehetséges az, hogy te 2 éve, 4 hónapja követsz? Mert oké, ez régen megvan ez a Twitch, de meg minden, csak nem használtam. Ennek ellenére ilyen régóta követsz? Az nem semmi, öcsém. Az nem semmi. Aha. Point ZGM Twitch. Most egy más pontjait nézegetek, gyerekek. Ha nem versenyez. Saját magadoknak gyűjtitek a babokat. Na jó van. Akkor gyerekek, kezdjünk hozzá tényleg, aztán üzzük neki, és remélem, hogy most már kategóriát fogok lépni, és átmegyünk a következőbe. Ugye az 5-ből a 4-dikbe. Ja. Úgy gyerekek. Ó, köszönöm szépen a követés Gabinak. Köszönöm szépen Gabi a követést. Na de Csabi, én már régebb óta követlek, akkor nem kapom meg a 100 babot? Hát akkor nem, sajnos nem. Ez csak azokra vonatkozik, akik újabban követnek. Ugye a beállítások óta követnek. Tehát most vagy azt csinálod, hogy nem kell a 100 bab, vagy pedig azt csinálod, hogy legyomod a követést, és újra bekövetsz. Na de akkor viszont 10 percig nem fogsz tudni ugye írni a chatbe. Úgyhogy ez van. Valamit. Bár srácok, várjátok, ha jól emlékszem, az újrakövetésért nem jár pont. Azt hiszem, hogy azért nem jár pont. Az újrakövetésért, ezt tesztelgettük. Úgyhogy szerintem ezért nem fog pont járni, nem tudom. Lehet, hogy egy csomó időnek el kell telnie, hogy újra vegye a követést. Fogalmam sincs. De hát ez van, srácok, egyszer be kell állítani jól, és ez most történt meg. Na jó van, gyerekek, hát akkor üzzük neki. Remélem, hogy semmi gond nem lesz a live-val, és nem fog szaggatni. A kívánságom az, hogy minél előbb teljesítsd a kívánságomat. Rohadt McCafé! Retek! Gyerekek, kijön a rohadt ablak! Na jó van, nyomok egy restartot. Már nem. Ezt az egy kört végigviszem, hogy legalább emlékezzek a pályára, vagy lássam. Facebook, ezt mondom, hogy lehetséges, hogy az újrakövetés az semmit nem számít. Na jó, viszont akkor kikértem. Na jó van, Skate. Akkor kérj egy dalt. Olyat, amit ismerek. És akkor éneklek belőle valamennyit. A kedvenc dalomat. Most megfogtál nekem nincs annyira kedvenc dalom. De tényleg nincs. Nekem vannak olyan dolgok, amit nagyon tetszenek. Általában ez mindig váltakozik, hogy éppen mi jár az agyamban, vagy mi jár a fejemben. De olyan, hogy kedvenc dalom nekem nincs. Hát akkor várjál, mit tudom én. Várjál. Nyomok egy izét. Most ráállítom, és sokkal éneklem. Hello darkness, my old friend. I come to talk with you again. Because a vision softly creeping left the seas when I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remain within the sound of silence. Na tessék! És akkor mehet a restart.
Remélem megfelel. Ezt imádom, ezt a dalt egyébként énekelni. Ez nagyon, nagyon nagy ez a szám. Remélem megfelelt. Egynek elment. Ez akkor kell, amikor Csabi lerobban. Ja igen, hogyha a mainből indulunk ki, akkor igen. Bár akkor lehetne a másik kis dalocska, tudjátok, az a rajzfilm jellegű. Na jó van, de figyeljék majd a versenyre, gyerekek, hát na. 9. vagyok a 24-ből, ez nagyon karcsú. Ez nagyon nem jó. Oda kell figyelnem, srácok, muszáj, mert különben megint szerencsétlenkedés ez belőle, és azt pedig nem akarom. Egyébként meg ez a pálya, ez nekem ismerős, ez volt az a pálya a legutóbb, amikor ezzel fejeztem volna be, és ezt nem vittem volna végig, és úgy fejeztem be, hogy végül is nem sikerült teljesíteni. Elképzelhető egyébként, mert anyád, hogy elém pördült. Úgy gyerekek, ez a rohadt meleg. Na jó. Hát gyerekek, ez így 7 per 24 a három körből, hát nem tudom. Menj már innen! Hát végül is, hogyha továbbiakban ügyes vagyok, talán meg lesz az első hely. Igen, a sikán ez mindig megtéveszt. Akarodj már innen, hát nézd meg. Jó, a kocsi nincs még annyira szar állapotban igazából. Már csak kibírok még két kört. Úgyhogy nem töröm szét teljesen. Oh my god, így nem, ha ilyeneket csinálok. Tarka rongy anyádban, menj innen. Köszönöm a követést Lalinak. Ja, meg Knightnak is. Milyen Knight? Fire Knight. Meg Helixjének is, meg Botinak is. Most láttam csak a izé követéseket. Bár most ezek itt viszont, amik most jöttek hangok, ezek gondolom csak ilyen újra követések. Nem tudom, hogy működik a dolog vagy sem, gyerekek, mondom, a babok szempontjából. Ha nem, hát akkor nem, de hát most ez van. Egyszer be kell állítani ezt is. Ó, basszus már. Ó, bakker, bakker, bakker. Menj már innen, nézd meg. Annak ott már nincs meg a hátulja, gyerekek. Ó, de szerencsétlen. Na jó van, én meg 5. vagyok, és az utolsó körbe léptem, úgyhogy valahogy... Valamit alkotni kéne. Nagyon remélem, hogy sikerül valamit. Mondjuk a kocsim már csak 39%-os. Az nem olyan jó. Nem olyan jó, főleg ha még bele is megyek. Fasza, elbaszódott a váltóm. Gearbox damage. Kurva jó, 5. hely. Jó. Tudjátok, szokásos duma. Ez csak egy tesztkör. Hát nincs meg a jobb első kerekem, gyerekek. Hát ez így mi? Nincs ki mind a 4 kerekem. Nem baj. Legalább látványosan fejeztem be. Jó, akkor mehet a restart. Igen, csak azért mondom, hogy újrakövetés, mert nekem nem írja ki. Itt jobb oldalt ez a kis cucc. Mert ugye, hogyha van egy követés, egy friss követés, azt nekem mindig kiírja jobb oldalra. Ebben a listában. És most nincsen, amikor hallok ilyen hangot, akkor nem látok új nevet. Szóval azért gondoltam, hogy valami újra bekövetés lehet. Be kell melegedni. Ha, köszi azt a pride-os smiley-t. Vagy mi az emoji-t. Igen, majd mindjárt bemelegszek, jó? Ne már! Na, gyerekek, most tartok 7. helyen, amikor a első kör végén voltam az előző próbálkozásban, úgyhogy ez még így nem rossz. Az autóm korán sincs annyira megsérülve, mint volt. Ezek ott meg lögdösődnek elől, itt egy kicsit nagyobb kell a fékezés, mert így a... Menj már innen el! Hagyjál már végig ide, mert... Nézd meg! Nézd meg, hát... Hát öcsém, mi ez az ég? Hát engedjetek már el! Nézd meg! Mit akar? Ezek hülyék! Ne már! Rohadjál meg! Akkor még egyszer. Szia, Lezu! Ja, ma volt Minecraft, sőt nem volt, van is Minecraft videó, úgyhogy aki nem látta. Csak nagyon elcsesztem, srácok, azt a videót sajnos, mert
Egyszerűen nem tudtam kihúzni 10 percig. Meg az elején sem mondtam el, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, meg lájkoljátok a videót, anélkül, hogy látnátok, értitek? Szóval elcsesztem, de hát van mi, mit tanulnom. Bizonyos videósoktól. Ez az ötödik hely, jó lesz az. Jó lesz az, kipörítettem, na 1/3. Jó, ezek annyira nem jönnek mögöttem, vagy hát jönnek, de nem olyan gyorsan. Itt kell a fék, és itt kell a bekanyarodás. És ott van az első kettő srácok, na azokat meg kéne előzni, és ennyi az első hely. Érdekek, ott az első hely. Jó, most már meg kéne tartsam valahogy. Beszlep, fasza. Jó, picit lemártam a kanyar, de nem szólt érte a játék, szóval ez itt teljesen jó. Ajaj. Igen, így, és majd most jön az élesebb kanyar. Aha, igen. Ennél élesebb, mint hittem. Jó van. Haha, Richard, vagy Richard a hódító, jó poén. Ez nem rage-elek, figyelj, ha ez olyan annyira rage játék lenne az a Breakfast, akkor nem játszanék rajta, de a Dark Souls az amúgy tényleg az, de hát az nem csak nekem, az mindenkinek, akárkitől hallottam, mindenki ezzel a szóval jellemezte, hogy rage játék, meg egyébként engem az a játék nem is érdekel. Tehát én sosem nem értettem, hogy miért jó az, hogy én most legyőzök egy boss, tehát, hogy vagy nem tudom mik azok bossok, azt hiszem. Szóval nekem az ilyen harc, ennyire harc-orientált játékok soha nem jöttek be. Soha. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy a Minecraftot szeretem, nagyon, de ugye a izét benne, az ilyen boss fightokat, azokat ki nem állom, mert nem látom értelmét. Jó van, gyerekek, most már odafigyelek, mert néha rápillantok a chatre, és az nem jó, utolsó körbe. És itt kell a nagy fékezés. Na ez most jó volt. Igen, még ezt a kanyart, aztán ez most már itt laza lesz. De már csak egy es kanyar lesz balra. Jó, elvittem a bójákat, le van szarva. Ajjaj, ezt nem sikerült jól. Gyorsan nyomjuk neki, mert nagyon jönnek, bakker! Ezt elbínáztam. Igen, és itt lesz a jobbos ráfordító is. Ezt most inkább ilyen óvatosan, szépen lassan, bár igazából szerintem ezt pont így kell levenni, mert ez most nagyon szépen összejött. És megvan az első hely, srácok, kész. Finished. Nagyon fasza. Igen, 1820 credit, experience. Átéptem a 33-as szintre. Király. A Tetris-en Rages. A Tetris az baromi jó. Minecraftot a fiatalabb korosztály részére készítik. Hát én ezzel nem értek egyet. Én nagyon sok felnőtt, 18-20 éves fölötti embert ismerek, aki nagyon szereti a játékot. Bár mondjuk nyilván, hogy nem Sky PvP-znek, meg ilyen baromságok, meg nem túlélőznek, hanem inkább építenek, vagy éppen valamilyen jó kis redstone, vagy command blokkos szerkezeteket csinálnak. Mint például hogy a mai videómban, ugye YouTube-on, egyetlen parancsa megcsinálta a csávó az, hogy választható teleportok vannak. Nekem baromira tetszik az ilyesmi. Tehát én annyira tudom értékelni ezeket. Igazából csak ennek látom értem itt a Minecraftban. Például az alap túlélőnek már olyan túl sok értemét nem. Még a modos túlélő, mint a kalandorok volt, az még okés, de a sima, hát nem tudom. Na, nézzük milyen map lesz. Furwood Motor Center. Na jó van. És akkor ezzel a kocsival megyünk megint. Majdnem az utolsó helyről, remek. Na most ez a pálya sem vágom hirtelen, hogy melyik. Az a baj, hogy így névről egyik pályát sem tudom melyik. Tehát így nem ismerek rájuk, hogy ja, persze ez az a pálya.
De ha mondjuk Forma 1-es pályákról lenne szó, akkor egyből tudnám. Menj már előre! Aha. Valahogy el kéne... Jaj, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó! Jó, nem baj. Bemelegedek, srácok, tudjátok, bemelegedek. Köszi, hogy nekem is oldalról. 14/24, úgy gyerekek, hát ez... Ez kemény lősz. Anyád, anyád, anyád! Benéztem. Azt hittem elférek mellette, és nem. Jó, azt kilöktem, fasza. De az XP-ért. Ajja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 jj
Riva, már innen, gyerekek. Oké. Okay. Ez tényleg belemelegedős lesz, főleg, hogy kilöknek még, ráadásul megborulok mindjárt. Na jó van, szerintem ennek már nincs értelme így folytatni. Ja, mindjárt szét fog törni a kocsim. 14%, hát akkor adjuk meg a módját. Nem így. Nem így gondoltam, de mindegy. Na. Na, akkor ez start. Most néztem a csetet közben, bocsi. Forza Horizon 4, kipróbáljam-e? Hát nekem az a játék nincs meg, srácok. Most igazából így hirtelen nem is vágom, hogy az most több Forma 1-es játék, vagy többféle kategória van benne, nem tudom. De sokat hallottam már róla. Az a baj egyébként, hogy hiszitek vagy sem, én úgy alapból a versenyzős játékokért úgy nem vagyok oda. GTA-ban nagyon jó, úgy többiek ellen, de amikor például a Forma 1-et, az akármennyire is szerettem a sportot, játékban valahogy úgy nem igaz. Egyetlen egy játék volt, ami bejött, ilyen Forma 1-es játék, de azon kívül egyik se. Például az EA Sports-os Forma 1-ek soha nem jöttek be. De például ez a Breakfast, ez viszont baromira bejön, mert ez valahogy, nagyon, nem tudom, ez nekem nagyon tetszik ez a játék. Ez látványos is, jók az autó mozgásai, jól irányítható az egész. Meg mi volt még, ami nekem bejött? Ja, még a NASCAR. Még a NASCAR volt az, amit nagyon sokáig játszottam, egy régi, nagyon régi NASCAR játékkal, ugye az bassza meg! Ugye azt meséltem a múltkor. De ezen kívül nekem úgy annyira nem jönnek be. Legalábbis gépek ellen nem. Kevés kivétel van, mint például mondjuk ez, ugye ahogy mondtam. Jó, engedjétek bekanyarodni, légy szíves! Szeretnék elférni. Azaz, hatodik hely, ötödik, jó, na ezt meg kéne tartsam valahogy. Aztán meg megelőzni a többieket, csak nem kipördülni meg minden, de szar így menni, gyerekek. Hogy néha nem tudok kanyarodni, mert mellettem vannak. Igen, ez most így jó volt. Kocsi aránylag épp. Jó, roncsol, de műszakilag épp. Azaz. Azok ott el vannak egymással, jó, és akkor itt jön a cél egyenes. Ami célkanyar, pontosabban. Így van. Második kör. Fék. Már csak ez a két kocsi van. Így tolom. Menj már innen. Azaz. Tökéletes. Jól csináltad, barátom. Az, hogy megelősz. Jó, kis útakadály nekik. Oké, első hely megvan. Viszont ezen a pályán ezek nagyon jönnek, gyerekek. Ezek nagyon-nagyon-nagyon nyomják neki. Valahogy... ezen a földúton jobban megy az ellenfél, mint én tudok. Nem annyira fekszik nekem a por. Ez nagyon jön, gyerekek. Mi az anyád? Takarodjál már, hát mit akarsz? Jó, srácok, hogyha nem jön össze az első hely, akkor megpróbálok tuningolni. Hát, ha összejön. Meg egyáltalán tudok-e? Azt sem tudom, hogy tudok-e. Vagy pedig, ha lehet, akkor autót váltok. Elnézés. Az meg nem már! A hülye barom.
De nem tudok kimenni az útra! Á, nem már, harmadik kör! És itt baszom el, gyerekek, nem már! Pedig annyira kicsi múlott. Jó, meg lehetne szuningolás nélkül is egyébként. Szerintem meg lehetett volna. Ja, hogy defektem van, értem már, jó. Oké. Már értem, én nem kanyarodok jól. Jobbra legalábbis. Á, de kicsi múlott. Na mindegy. Igen. Remélem, hogy volt mentés. És akkor most a tuningolás következik, gyerekek. Aki most jött a live annak üdvözlet. Üdvözlet. És akkor garázs. Na nézzük. My cars. Lehet, hogy mondjuk sima autót kéne váltani. Az a baj, hogy nem tudom, hogy menjünk ezzel? Valakit egyébként írta, hogy... Jó, oké, akkor megpróbálom ezzel, és nem tuningolok. Amúgy lehet, hogy nem is tudok. Bár mondjuk CRM, kreditem az lenne rá bőséggel. Jó, maradjunk akkor ennél. Most kiválasztottam végül? Nem választottam. Nem, hülye vagyok. Ezt akartam én kiválasztani igazából. De mondjuk mehetik ezzel is. Mondjuk ez B211, ez B221. Ha azt nézzük, akkor elvileg talán ez jobb, nem? Mert a szám azért jelzi, gondolom. Hát, most elnézve itt a teljesítményeket, ezeket a kis sávokat itt fönt. Az acceleration, top speed, cornering, strength, stb. Hát ez jobb. A acceleration talán nem annyira. Jó, megyek ezzel, srácok. Osz kész. Hát de valami csak jelen, macsika. Hát nyilván, hogyha elér egy bizonyos értéket, akkor már átvált másik kategóriása, nem? Jobb kategóriába megy át. Bár lehet, hogy rosszul gondolom, mondom, nem tudom. Na mindegy, nézzük. Csabi, nem akarod kipróbálni a Sims-et, de azt igen. De azt nem live-ban, semmiképpen nem live-ban, hanem YouTube-os sorozatként. Bár azt hozzá kell tenni, hogy én nagyobb béna vagyok benne, nekem sosincs semmire időm abban a játékban. De komolyan, tehát... Hogyha dupla olyan, vagy kétszer olyan lassan telne az idő, nekem még az sem lenne elég. Semmire nincs időm, lassan csinálom a dolgokat, elbénázok. Hát abszolút nem vagyok olyan profi, mint például Andi. Úgyhogy... Ez van. Szia, Lacorka! Na, így legalább jobb a izé, srácok. Nem most jobban tetszik, mert világosabb van, nem olyan sötét a pálya, mint volt. A kanyar az egészen jól sikerült, gyerekek! Második hely, mi az Isten? Ó-ho-ho! De jól eljöttem ott a kanyarnak a belső oldalán. Ó, ez mennyivel jobb kocsi, halljátok? Már most érzem a különbséget. Jobban gyorsul, sokkal. Erősebb, sokkal erősebb. Ezen érződik. Na jó, gyerekek, ezzel a kocsival meg lesz, nem elsőre. Ha nem leszek nagyon figyelmetlen, és nem megyek neki minden szarnak. Rakete legjobb, hát igen. Ó, best lap. Ja igen, csak éppen fékezni kéne itt. Azaz. Ó, srácok, mennyivel jobb ez a kocsi, te jó Isten! Miért nem lehet mindig ezzel menni? Egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor lesz olyan verseny, ahol lehet megint fűnyírozni. Az nekem nagyon rage volt, tudom, de valahogy jó lenne vele menni. Vagy éppen megint ez a kombájnos. Az nagyon komoly volt, gyerekek. Emlékeztek még arra? Arénában, kombájnál. Ki kellett lökni a pilótákat a vezetőülésből. Csak az nem volt olyan egyszerű. De valahogy összejött az is. Ajajajajaj, megint, ezt mindig elkúrom ezt a kanyar. De se baj, mert bőven van előnyöm. Aja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 j
Jó van, ez meg lesz, srácok. Hát harmadik kör. Aránylag messze van a második, szóval... Aha, itt ezt elbasztam. Nagyon elbasztam. Jó van, tök mindegy, balkanyar, egy balkanyar és kész. Itt a vége. Mennyivel lazább volt ezzel így. Annak még, hogy neki megyek. De roncsolódott, te jó Isten. Szóval ez nagyon laza volt az előzőhez képest. Semmi szenvedés. Ó, hát gyerekek, teljesen jó. Milyen 199? Ja, hogy a pontod? A babod? Hát, figyelj. Még 10 perc is biztos 201 lesz. Mert ugye most 10 percenként kaptok. Kaptok 2 pontot. Mi az, hogy űrlény vagyok? Miért lennék én űrlény? Érdekes, egyébként ezt most viccen kívül, csak is itt neked mondom, hogy ezt többen mondták már. Hogy én egy UFO vagyok. Meg ilyenek. Jó, mondjuk az UFO az repülőtárgy nyilván, de tehát értitek. Ura. Szia Jazz. Na. Ez ne. Jaj, ne. Jaj. Richard, ne. Ne. Köszi, hogy emlékeztetsz. Jó Istenem, bakker! Nem is néztem. Na talán rokettel jó lesz. Nem tudom, melyikkel próbálkoztam annak idején. Rokettel-e vagy sem. Tehát most megpróbálom ezzel akkor. Elején még lassan, hogy ne nagyon ütközzek, aztán majd később kívánásra. Most megpróbálok kívánásra játszani tényleg. Igen, eddig jó, eddig szépen eljöttem, egész szépen. Itt jön ugye jobbos. Gyerekek, ezt a pályát meg már kívülről vágom. Ha tényleg, ezt tényleg kívülről vágom. Milyen kanyar, mikor jön, milyen éles kanyar, blablabla. Bla, bla. Szóval ennyi előnyöm azért van. Ez a rocket hogy megy, gyerekek? Foly, fik, fik, fik! Köszi. Köszi a segítséget, haver, hogy odajöttél és pont neked tudtam menni. Negyedik hely. Igen, ez itt a jobbos. Igen, bakker. Itt megint lesz egy palos. Jó, menj innen. Igen, ez az eskanyar. Oké, na, első hely, második hely megvan. Ott mi az első előttem. Szépen vettem ezt a kanyart, ez jó volt. Talán kicsit lassan, de legalább jó ívbe. A viszont megy. Az a másik fajta kocsival van, amivel korábban voltam én is. Neki megyek, de nem baj, ez még nem vészes. Ez még mindig benne van, ebben még mindig benne van az első hely. Aha, így nem. Így nem, ha ilyeneket csinálok. És mindjárt megelőzött. Jó lesz az. Jó, én megúsztam, ő nem. Úgy elhúzott az első srácok. És már csak másfél kör. Ez így szar lesz. Meg szerintem így már a kocsim sem úgy megy, ahogy kéne. Az a kifüstölt? Az a kocsi? Ja. Úgy tűnik. Elkúrtam, gyerekek, elkúrtam. Ha nem fog ez valami maraságot csinálni ott elől, akkor ezt én már meg nem előzöm. Bárhogy is sikerül menni! Aztem. Ez így már nem lesz jó. Közelebb kerültem, tudom, de... Egyrészt ez nagyon jön mögöttem, a kocsim már nem úgy megy, én érzem, hogy nem úgy megy. Nem tudom, hogy ezt lehet-e érzékelni, mármint a live-ban. Ez szerintem már nincs esélyem megelőzni. Aj, bakker, nem baj. Vesz lap, fasza. Jó, ezt picit átvágtam, de jó, sokkal gyorsabban sikerült így. Eddig teljesen jó. Hú, azt a roncsot ki kell kerülni. Baszd meg.
Jó, hát ez így. Ezt most így kurtam el. Á, francba. Összmarc, szeretlek. Kedves vagy, hogy így szurkolsz. Jó, még mindig 20%-os. A kocsim nincs meg a bal első kerekem. Ez... Jaj. Ó, oh, már csúszkál a kocsim. Elkanyarodtam jobbra is, megcsúszott. Ez lesz a szép, bal kerék nélkül, mondom. Minek erőltetem? Nem értem. Kezdjük előről. Na, az előbb ilyen szépen elmentem itt, most megpróbálom megint ugyanazt. Egész itt belülről. Aha, most nem jön össze, mert elém csúsznak. De még mindig jó. Na, itt lesz a szar. Ha itt nem fogunk elférni. Oh my god. Köszönöm a követést, nem tudom megnézni ki volt az, de köszönöm szépen neki. Ez hülye barom, nézd meg mit csinál. Ja igen, majdnem, már most akartam fékezni. Pedig itt elég. Ez az. Hatodik hely. Igen, és erre be. Passzául. Ötödik hely. Eddig nem rossz, és az autóm, hát, egész jó állapotban van. Még! Ez az S-kanyar, ugyebár, oda be. Menj innen. Negyedik hely. Ez nem jó. De jó. Így már jó. És most neki a gázt. Igen, tudom, kétszer játszódik be a hang, nem jöttem még rá, hogy miért. Tudom, tisztában vagyok vele megint. Nem tudom, miért csinálja a srácok, tényleg nem értem. Hogy ennek mi az oka. Oké, srácok, ott mi az első kettő. Ajjaj, bassz meg! Nem baj? Na jó! Ez már baj. Akkor még egyszer. Annyira szar, hogy mindig utolsó élete ez. Olyan igazságtalan. Legalább lenne valami időmérő, de nincsen. Ez az. Most lehet tudok slisszolni a mezőny mellett. Nagyon előre húztam. Itt kell a fék és jobbra. Jó, ez... Ez így egész jó. Most még jobb helyen állok, mint az előbb voltam. Előbb ezen a szakaszon azt 13. voltam! Menj a picsába! Paszkalap! Akkor gyere velem! Gyere velem rózsát szedni! Amíg el nem... Micsoda? Valami. Csabi mellett button és megcsinálta! A cél egyenes végén is Rulli vissza fogja előzni. Röviden egy Fiat panaszolta és visszamegy elé. Az egyik Westmalen McLaren Mercedes. Méghozzá jól látom Häkkinen autója. A füvön volt. Azaz, azok ott nagyon buliznak és kilök. Nem, ez most nem jó. Nem jó, nem tudtam eljönni a mezőny mellett. Megint csak a 13. hely, de most mindjárt 10. leszek. Jó, csak 90%-os a kocsim. Nem is sérült annyira, mint hittem. Menj már a faszomba! Köcsög barom! Hülye barom! Hát gyerekek, ezt nem hiszem el! Nincs szerencsém! Restart! Nincs szerencsém! Nem hiszem el. Na de se baj. Igen, lökitek ki egymást, kérlek. Azt kilökték ott jobbra. Jó, nem baj, jó ez, jó ez. Azt a kurva eget. Ez így már nem annyira. Hát csak 44%-os. Ott volt 2-3 kanyar. Remek. De legalább egy még. Jól is kanyarodik, ahogy tapasztalom. Lesúroltam az orrával, de nem baj. I
Igen, hetedik hely. Hát, nem baj, most annyiból jobb, hogy igazából a mezőny eleje eléggé együtt van. Úgyhogy talán nem lesz olyan nehéz őket megelőzni majd. Hát csak ki nem fognak löpni. Úgyis megpróbálják, valamelyik biztos ezek közül. De szarul vettem ezt a kanyart, te jó Isten. Itt a nagy fék, és ez már cél egyenes lesz. Oké. Okay. Nem jó. Igen, Kámkova, ahogy mondod. Az a nagy gülű. Ó, ezek itt kipakolják egymást és elenged. What? Már széttörtem egy autót, éppen csak neki mentem? Nem tudom, hogy ki gyengítette annyira le, de köszönöm neki. Ez ilyen izé, ilyen assziszt, gyerekek. Ő assziszelt nekem. Én meg a freglopó vagyok. Itt kéne elférni valahogy. Itt kéne elférni valahogy. Itt jön a fék, igen. Ez az. Jól van. Úgy srácok, a kocsim elég sérült még. Na ez most már így azért biztatóbb. Na, itt kéne valahogy elférni ezek mellett. Na menj már ki a faltól, beszív a fal! Megint széttörtem egyet? What? Hát éppen csak hozzáértem. Ezt elbasztam. Nem tudtam jól ráfordulni. Rossz hírbe voltam nagyon. Viszont itt majd. Itt kéne valahogy elférni. Jobbra, 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 jobbra. Igen, itt, 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 itt. Jaj, nem fékeztem időben! Most komoly, menj már innen! Most megint... Hú, de kurva vagy! Ne tolódjál már! Mi vagy te, baszki? Úthenger! Hát, ez így már szar lesz, gyerekek. Menj már előlem! Á, nem jó az így. Nem jó, harmadik hely, de hát ez már utolsó. Ja nem, második kör vagyok, de hülye vagyok. Hát akkor talán még van esélyem. Nem jó! Az igen, lerepült az eleje a kocsi. Ja? Szerintem. Nagyon elnéztem, nagyon-nagyon gyorsan akartam menni, és nagyon benéztem a kanyart. Nem baj, hogyha erőszakosak igazából, mert ugye ennek így van értelme, ha már roncs derbi. Csak hát olyan szarkor, szar... Na, mi van már? Megint beszív a fal. Szóval olyan rosszkor tudják ezt a erőszakosságokat bemutatni. Azaz, azaz... Igen, tizedik hely, kilencedik. Az ott elkúrta, ki akart lökni a zöld. Az tényleg erőszakos volt most. Ah, bakker. Gyerünk már. Még mindig jó a kocsim. Igazából amíg a kerék ki nem esik, addig egészen esélyes a dolog. Ha már kiesik, akkor nem. Viszont az a bal első az így nagyon, nagyon nem jó, nagyon nem jó. Ajja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 jj
tömeget nekem mögöttem. Jó, és az a három, vagy az a kettő van előttem. Azok remélem, hogy kilökik egymás, hogy valami. Megint a defektes gumi hangot hallok. Ajja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 jj
vagyok rossz helyen. Most jön a második.
Igen, ez jó kanyar volt. És itt utol fogom őket érni. Fékez, Csabinyó, fékez, fékez. Azaz. Jó van, jó van, jó van, jó van, jó van. Nagyon jó. Második hely. Csak most ne akarjon kilökni ez itt előttem. Johnny Bobo. Ki ez? Johnny Bobo. Milyen néved? Igen, nagyon szép. Szép kanyar, nagyon jó. És első hely. Meg kéne tartani. Egy nem fog menni. Mi a faszért nem kanyarodik ez a szar? Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, srácok. Nem kanyarod a kocsim. Ennyire szar a kerék? Defekt? Vagy miért? Nem értem. Na mindegy. Még most adom föl. Á, mondjuk annyira elhúzott. De mondjuk annyira roncs van a pályán már, ahogy láttam, hogy talán bele fog rohanni az egyikbe. Erünk. Azaz. Ez jó volt az a kanyar, ez teljesen jó volt. 3x24. Ah, itt vannak a roncsok. Most már tökélem, hogy nekem is vigyáznom kell. Beszlep, fasza. Mi? 1x3? What? Ott egy roncs. Ott is van roncs. Úgy gyerekek. Jaj, 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 jaj. Na, erről beszéltem. A hülye roncs miatt nem tudtam jó íve menni, és nekimentem annak a szarnak. Na, még egyet, előbb-utóbb csak összejön. Igen, szeretett a rage-elek? Örülök. De az a kappa az nem túl bizalomgerjesztő ott a mondatod végén. Ah, ez fasz! Hát ezt kaptam! Na, restart. Ú, gyerekek, ez mi? Mi volt ez? Hát belém rohant mindenki. Úgy, Sanyi. Ez az. Jó, eddig jó. Nagyon jó, nagyon jó. Nem, menj innen, menj innen. És itt kurtam el az előbb. Ez az, most így jó lett. Ó, de eljutottam ott jönni. Király. Hatodik hely. Jó, srácok, ez most megint jó helyezés. Ugye az első kanyarban. Igen. Köszönöm a követést. Nem tudom, most sajnos megnézni, hogy ki. Mert a pályát figyelem. Ó, 1x3. Valaki miattam ment tönkre. Tönkretettem az életét, gyerekek. Ez az eskanyar, ezt utálom egyébként, ez olyan szar. És már csak ez a kettő van előttem. Aha. Jó, ez még jó. Jó, hogyha ezeket meg tudom előzni, akkor tényleg nagyon biztonsági játékra fogok játszani. Mondjuk így nem. Szemétláda. Á! Nem baj. Nem még jó. Menj már innen! Hát de... Hát gyerekek, ez itt. Ah, szarakodok én itt, hát menjünk az. Kész. Jó, srácok, ha nagyon zavaró ez a követés hang, akkor fogom azt kikapcsolom a követés hangot, és csak az animáció marad meg a képernyőn. Nem tudom, de egyébként tényleg miért ismételgeti. Halvány fogalmam sincs. Egyetlen egyszer van csak betéve. Azt, hogy kilöktem, teljesen 2x3, what? Na, gyerekek. És még a helyezésem sem olyan rossz, mert folyamatosan jövök előre. Ajjaj. Most féltem, hogy valamelyik belém száll, és neki tol a falnak még jobban, de nem.
Ajajajajajaj. Itt a balos. Az eskanyar pontosabban. Jó van. Meg volt ez, jó lesz ez még. Hát jó, tönkre ment valami a kocsin. Kettő dolog is, mindegy, nem érdekel. Szerencsére látom az összeset előttem, úgyhogy teljesen jó. Ajjajjajj. Aj, megint benéztem a kanyart. Hú, de mákon volt, hogy ez itt elém jött. Jó, ezen múlott, hogy nem csúsztam jobban ki. Úgyhogy ez most mák volt. Ez hülye! Hát... Nem hiszem el. Komolyan. Nem hiszem el, gyerekek. Akkor se adom föl. Akkor se adom föl, srácok. Nem adom fel! Még nem robbanok szét! Gyerünk, gyerünk! Ez az, ez az, ez az, ez most jó! Ez nagyon jó! De levittem a beton, gyerekek! Na ez már nem jó. Ez már nagyon nem jó. Áh! Ebből nem jöttem jól ki. Na ne, toljatok már! Megint defektem, ha hallom a gumit. Rohadt életbe. Ajajajajajaj. Na, jó, 1/3. Annyira leszalom egyébként, hogy most 1/3. Annyira nem érdekel. Menjetek már anyátokba! Á, gyerekek, ez 10/24 is. És annyira szal már a kocsim, hogy... Nincs megint nincs jobb első kerekem. Á! Nem is hiszem végig, teljesen fölöslegesen húzni az időt. Hogy vagyok? Hát jól, igazából. Nem vagyok még ideges a játék miatt. Most még érzem magam alatt türelmet. Áj, most szar helyen vagyok. Ajajajajajaj. Restart, gyorsan, gyorsan. Na go. És most kéne valahogy jobb oldalt maradni. Mindenképpen, de ezek nagyon elém csúsznak, de nem. Oké. Okay. Ne. Nem unjátok még? Én még nem. Kapcsoltam egy lámpát. Zavar, hogy ilyen sötét volt a szobámba. Jó, eddig jó volt. Inkább óvatosabban próbálok itt előre menni. De így nem jó, hogy nekik szóltak a falnak! Gyerekek! Hát... Az a baj, hogy a kerekemnek így... A kerekem már megint meg van sérülve. Menj már innen! A kerekem nagyon meg van sérülve, és szerintem egy-két koccanás is már megint szét fogom törni. Áááá, nem tudom mennyire van ilyetnek így értelme még ezt folytatni. Hogy mennyire nincs. Á, 11. Nem jó. Igaz, hogy még csak az első kör, de ez így nem jó. Eskanyar, igen. Adott kicsúszott a leghülyébb helyre, hogy ott kanyarodna mindenki. 9/24. Hát, srácok, ez nem egy túl bizalomgerjesztő helyezés. Ezen a ponton... Úgyhogy előre kezdem. Jaj, srácok, nem is mondtam. Ó, bakker. Hát nem mondtam.
Most már a babokból tudtok duelezni. Egymásról el tudjátok nyerni a babokat. Nem tudom, hogy rájöttetek-e vagy sem magatoktól, de most már van a duel. A felkiáltójel duel parancsal lehet csinálni, és úgy kell, hogy felkiáltójel duel, szóköz, a név, akit ki akartok hívni, megint szóköz, és aztán jön az érték, hogy mennyi babbal szeretnétek kihívni. Ha az illető elfogadja, az úgy tudja elfogadni, hogy felkiáltójel accept, tehát hogy accept, azzal fogadja el, és akkor a... el tudja nyerni egymással, el lehet nyerni egymással a babokat. Ugye a feltett bab értékét fogjátok vagy elveszíteni, vagy megnyerni a másiktól. Ajjajjajjaj, de kikerültem ezt a kis tömeget. Most viszont nem olyan rossz helyezés. Ez a rohadt eskonyar, ezt mindig megszívom. Ez az. Szóval, ha valakinek kevés a babja, akkor akár az egészet felteheti. Ott is van. Kecske nyert. Azt nem tudtam elolvasni, hogy ki ellen. Mert pont jött a kanyar. Az a kipördült. Ez két ellen. Most már látom. 25 babot. Kajak 25 babot föltetetek? Azért az úgy sok. Paca. Ajaj. Ó. 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 Nem mi volt ez? Mard húg. Egyen meg a drága kis szívedet, Mard. Köszönöm szépen a szubot. Hát nézd, de aranyos ember. Nagyon szépen köszönöm. Kaptál 500 babot egyébként. A szubért annyi jár, 500 bab. Ez csak egyszeri. Ajjajjajjajjaj. És megint nincs meg a bal első kerekem! Na akkor még egyszer. Ajjajjaj. Na el kéne férni. Úgy nagyon jó. 100%-os a kocsim. Még. Nem sokáig, ha ezek itt előttem fognak ütközni. Jó, kipördítettem, sőt, szét is törtem egyet. Nagyon jó. Na, srácok, ez most egy jó pont. Jó pozíció. Na, pont. Pozíció. Menj innen. Köszönöm a követést. Ne már! Jó, R. Ne tologassál már, baszod! Köszönöm ismét a követést! 8/24. Hát, nem tudom, srácok. Előbb olyan jó pontban voltam, vagy pozícióban, és most már... Előttem itt van egy... Na, ennek is kíványos van a bal első kereke, itt a hátam mögött, ennek a kék-fehér kocsinak. Hát, úgy járt, mint én. A legtöbb esetben. És ott mennek, úgy nagyon messze van az első. Nagyon nem jó. Ha elfogy a bab, ja, akkor ilyen az. És akkor soha többet nem nézhetsz live-ot tőlem. Igen, ennek ez az ára sajnos. De ha a szívem megkész, akkor megmentem az életed. Jó, 4/24. És csak az első kör telt még le. Úgyhogy ebből még bármi is lehet. Jó van, megúsztam, anélkül, hogy borultam volna. Hú, 4/24. És látom legalább az elsőt. Legalább szem előtt van. Itt kell a fék. Igen, és már a második hely. Ehely! Ajjaj, ezt kicsit elkúrtam, de nem baj. Nem veszettem semmit még. Ez az eskanyar, amit utálok ugyebár. Ez viszont nagyon szépen vette ezt a kanyart. És ugye azzal a fajta kocsival van, amit én lecseréltem a pár versenyen ezelőtt.
Ne! Ez még lehet első hely, srácok? Hát ezt leelőzöm ebbe a következő kanyarba, hogy ügyes vagyok. És akkor enyém az első hely, és akkor már csak egy kört kell majd kibírnom. Na, így még jobb, hogy kitolom. Ez még XP-t is adott nekem, 20 XP-t. Jó, na srácok, most ússzam meg. Ha ezt most sikerül megcsinálni, nagyon boldog leszek. Best lap, final lap. Jól van, nem ütköztem, most megúsztam, nem úgy, mint ugye az előbb. A búját kicsit arrébb pakoltam, mert útba volt. És most ne menjen neki semmilyen roncsnak. Ott egy roncs, na tessék. Csak emlegetni kellett. És előttem tiszta az út, srácok! Ú, ne kúrjam el, ne kúrjam el. Jó, jó lemaradtak a második helyezették. Igen. Ajjajjajjajjaj, jó. Csak a kerekemet, azt az egyet ne veszítsem el, gyerekek már. Anélkül már nem lehet irányítani a kocsit. Lehet bármilyen roncs, de kerék nélkül nem megy. Igen. Nagyon bénán megyek, tudom, nagyon lassan megyek, de leszarom. Biztonsági autózás. Mint a Forma 1-ben, tudjátok, amikor van egy első, és már csak pár körül van a versenyben, akkor inkább lassabban megy, kíméli az autót. Meg kíméli magát, nehogy kicsúszom, vagy éppen az autó tönkre menjen, meg ilyenek. Ugyanezt csinálom én is most, de ez már az utolsó kanyar. És most érkezik a célegyenes bejáratához Csabinho. Hogy ünnepeljék! Michael! Ott van, végre megvan. A rohadt életbe. Na csak összejött nagy szenvedés után. Ah. Jaj. Hú. Ah, Rubica X. Rubicax. Szóval te voltál a szubos, meg kókusz. Ú, gyerekek, mennyi follow jön? Nagyon fantasztikusak vagytok. Na, és akkor a következő vörheny. Jaj, ez egy copyrightos zene lesz, srácok. Ude utálom az ilyen zenéket egyébként. Na nézzük. Utolsó előtti verseny ebből az etapból. Hát most azt nézem, hogy van-e itt valamilyen feladat, valami extrém dolog, de úgy tűnik, hogy talán nincs. Talán nincs. Jaj, metált, te szereted a metált? Hát akkor ebben nem egyezik az idézünk, amúgy szevasz Wizard. Nem szeretem a metált, gyerekek. KM-kóba duelt nyert Macsika ellen. 5 bab. Bocsánat, büfisztem. Ki mer feltenni 100 babot a másik ellen? Na, srácok. Jó, hát mindegy, srácok, mindenki más szeret. Ettől színes a világ. Ja, egyébként majd a feliratkozók utóbb fogok adni 500 babot, akik nem kapták meg. Ugye Mard most megkapta. Martuk, hogyha itt vagy, akkor kérd már le a pontjaidat. Felkiáltó jel points a parancs, hogy mennyi babod van, mert ha most jól működik a rendszer, akkor neked legalább 500 babnak már kell lennie. Remélem, hogy tudsz rá reagálni, és itt vagy még. Megvárom azért ezt, kíváncsi vagyok. Tudom, viszont ezért mondom. Martú, nincs meg a... De, ott van, 500, ott van. Na ezért mondom, hogy utólag meg fogja minden feliratkozón kapni, de csak a feliratkozó. Nyilván a követőket nem fogom utólag odaadni, mert azért közel 4000 embernek hát elég sokáig tartana, úgyhogy sorry, de azt nem. De a feliratkozóknak oda fogom adni az 500 babját. Kivétele Mard, mert neki ugye megvan. Mert ugye ő már a rendszer beállítása után jött. Tehát neki már beszámolta. Ajjajjaj! Úgyhogy majd live után megoldjuk, srácok, jó? Senki se fog kárt szenvedni. Azért 500 bab az 500 bab. Egyszeri, de akkor is.
Ja, megint poros pályás srácok, ez megint nem az én világom. Merre kell így kanyarodni? Azt sem tudom már merre kell. Jobbra. Jó, igen. Valami rémlik. A pályából. Ide jön mellettem ez a kis dongó. Aha. Majd jobbra kell kanyarodni. Sorry, haver. Dehogy sorry, hát ez a lényege. Áh. Ma, menj már anyádba, hello. Ajajajajajaj. 3x24, nem olyan rossz az. Megint defektem van, mert hallom a hangot megint. Utálom ezt a hangot, gyerekek, mert nem kanyarodik jobbra a kocsim. Az Isten itt neki. Akkor jobb első defekt. Gondolom, hogy jobb első. Áh, hát ez így nagyon szar. Balra meg simán kanyarodik, de jobbra nem. Vagyis nagyon nehezen. Hát ez így necces lesz. Jó, ez egy hosszabb egyenes szakasz, aránylag egyenes. Ne! Föl ne borulj! Defekt, ez így nem jó. Megvan a második hely, de nem fogom az elsőt utolérni. Ezt pedig mindjárt visszaelőz. Ajaj, 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 ajaj. Gyerekek, 17%-os a kocsim. Szerintem ez így már... Na ez maga, ez most csak kíváncsiságból megpróbálom végigvinni. Nyilván esélytelen, de hát ha lehetetlenből kovácsolunk össze valami jó dolgot. Mondjuk egy első helyet, ugye az a cél. De egy defektes gumival elég egy picike ütközés, és nekem annyi. Oh, fék, 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 fék. Nagy csoda lenne, hogy ezt most megnyerném, srácok. Bár lehetetlen nincs, csak tehetetlen ember, ugye, ahogy mondja a szólás. Na ezt kéne most valahogy beelőzni. Itt talán egy kicsit közeledek hozzá. Úgy tűnik. Oh my! De megpróbáltam. Legalább megpróbáltam. Úgyhogy restart. Oh. Mekkora játék? Mármint méretileg, hogy most mennyit fogal? Fogalmam nincs. Nem tudom. Tényleg nem tudom. 10 gigát biztos. De inkább többet szerintem. Ne toljál már! Ne toljál már, baszod! Anyátok szeme! Az a gülű. Jó, kicsit levágtam a kanyar, de leszarom. A gépnek tetszett, úgyhogy, amint hogy nem az, hogy tetszett, hanem hogy nem szólt érte, úgyhogy leszarom. 8x24. Na, itt kéne valahogy megelőzni őket ezen a szakaszon, de nem jó, nem jó, így nem. Oh, majdnem betonizé volt belőle. Cucc. Menj már innen. Fék, igen. Ah. Jó, eddig nem vészes. Defekten nincsen, a kocsi még kanyarodik. Nem sokáig, ha így csinálom. És a helyezésem sem olyan rossz. Eddig. Jó, eddig jó. Ujj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 
Jó, srácok, itt van az első az orrom előtt, szóval még van esélyem, pedig másfél kör van hátra. Ez viszont nagyon jön mögött. Na ne. Na ne. Na ne. La 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 la. El kéne menni a tömeg mellett. Ne már! Kitol!
Nekem így is jó. Anyátok, ó, bakker, neki a betonoszlopnak. Na már csak 24%-os, már csak 15%-os a kocsim. Úgyhogy megyünk az erdőbe. Megyünk gombászni. Huk, és restart. Egyszer nyertél 7000-et? Az a komoly azért, de gondolom ott sokkal többet kaptak a nézők 10 percért, és nem 2 pontot. Ez az. Az ott kiment a szélére, jó, teljesen jó. Mindjárt más is kisegítünk. Na, srácok, negyedik hely. Eddig jó. Ez most sokkal jobban sikerült ez a rajt. Ilyen szempontból. Mint az előzőet. Na és itt nem kéne neki menni annak a betonnak, meg annak se ott, ami ott van. Na, ez most jó. 3 per 24. És a kocsim csak 3%-nyi sérült. Igen. Ez az. Első hely. Oké, de hát még semmit nem jelent. Sok van még hátra. Ahhoz, hogy ez így is maradjon. Bár most már igazából csak tőlem függ. Mennyire figyelek oda. Ajjajjajjajjajj. Ne. Kérlek. Ne. Jó van. Elkúrta. Mekkora mák? Az olyan miattam kúrta el? Megijedt tőlem? Vagy miattam kellett elkormányoznia és már nem tudta bevenni a kanyart jól, vagy hát azt a részt? Tök mindegy. Szerencsém volt. Ilyen szempontból. Igen. Ez még teljesen jó, srácok. Ez még teljesen jó pozíció. Szerintem ennél a kanyarán megint meg fogom előzni. Hát, igen. Sikerült. Jó, most megint első vagyok. Na és most már ott nem kéne elkúrni, ahol az előbb elkúrtam. Itt. Ugye itt volt az, amikor nagyon kicsúsztam. Megint nem. Miért nem kanyarodik jobbra jobban? Nincs defektem, vagy igen? Csak nincs. Nem hallom azt a hangot, vagy igen? Nem. Oké. Okay. Jó, most látszok, már csak egy-két kanyar és kész. Hú. Nagyon ráfeszültem. Ne, gyerünk már el onnan. Jó van, most meg lesz. Ez már meg lesz, srácok. Az atya úristen se veheti el tőlem. Yes! Chicken dinner! Akkor csak szalvod a kerék, akkor jól éreztem én. Na jó, van mindegy, megvan az első hely, srácok, ez a lényeg. És akkor már csak egy verseny van ebből az egészből. Szerintem 34-es szint, így van, megvan, unlocked. Kaptam megint szelepeket, versenyszelepeket. Hú, gyerekek! Jó, utolsó verseny, körverseny lesz stádium. Jó. Akkor nézzük. Ja igen, a duelen is van, mi az? Cooldown. Szóval nem lehet folyamatosan duelezni. De kérdez, hogy mennyi, mert most nem emlékszek rá.
Na, srácok! Ez srácok keresztöződéses pálya. Ismerős, ezen voltunk már nem egyszer ugyebár. Ez szenvedős, amikor belemész a keresztöződésbe, akkor azért elég szenvedős tud lenni a dolog. Ajajajajajaj. Méghozzá itt. Megpróbálok nagyon óvatosan menni. Nem! Na jó van. Ezt már most sincs értelme folytatni így. Marc 64, ez most a vagy nem kategória volt, mert vagy nem sikerült. Szépen itt elosonkodok jobb oldalt. Úgy-úgy, mezőny mellett, szépen. Igen, meg itt majd jobbra kéne megint menni. Azaz, azaz. Ott az első, kettő! Megint fa... Az anyád szeme, hát neked kurva nagy szemed van, hogy így nekem jössz. Ez az... Jó! Negyedik hely. Hatkörös a verseny egyébként, ugye jó rövid pálya, azért ilyen sok a versenykör. Ajaj. Megint nem kanyarodik balra a kocsim! Na mi van? Jó, még nem értük utol a mezőnyt, szóval még keresztözésben nincs senki. Ó, ez volt a best lap. Ez. Nem éreztem pedig olyan jónak. Jaj, majdnem neki mentem. Mennyi roncs van ott, te jó Isten, meg itt is. Ujja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 jj
Na, ezt kéne még megelőzni. Ajjaj, ott a mezőny, az a baj. Ajjajjaj, na a marha. A sok roncs, azt nézitek. És még két kör, több mint két kör hátra van. Menj innen! Megint megúsztam a kereszteződést. Gyerünk ki a faltól, amennyi törmelék van már ott. Na, srácok! Van egy csomó előnyöm, úgyhogy most nagyon óvatosan próbálok menni. Ezt megint megúsztam, mekkora mák. Igen, ugye volt már rá példa, hogy ezen a pályán tényleg első voltam. Többször is, és mindig ott kúrtam el, hogy nekem jöttek. És... Már ugye ott nem lehet mit csinálni, nem tudod belátni a kanyart. Megint megúsztam, jó, ó, srácok, már csak egyetlen kör! Utolsó kör, final lap! Ez az, lassan, komótosan. Megint megúsztam! És akkor már csak egyszer kell ezen átmenni, és ha megint meg lesz, akkor megúsztam, viszont nagyon szar a kocsi, már 42%-os. Tehát ha tényleg belém jönnek, akkor akár van előnyöm, akár nem, ez a kocsi szét fog törni. Na itt megúsztam! Megúsztam! És ott van! És még ki is rögtem egyet. Annak lehet, hogy tönkretettem a versenyét. Utolsó megmozdulásként. Na srácok! Ez a kategória be van fejezve. És akkor már csak egy kategórián van. Mennyi XP-t kaptam. Jó. És a végén mit kapott szerencsétlen csávó? Még jó, hogy nem ő kapott el. Picit gyorsabban megyek, akkor pont úgy jön össze, ugye, hogy akkor ő kap engem el oldalból, és azt már lehet, hogy nem úsztam volna meg. Ez így még jól jött ki. Nem sérült olyan sokat a kocsim. Na nézzük csak. Igen, ez aranypipás, ez, igen, 570x600. Ugye ez az, amikor véletlenül nem nyomtam. És véletlenül, igen, nem nyomtam ugye restartot. Vagy mi volt? Én nem kiléptem, vagy mi? Tököm tudja.
Jó, mindegy, csak arra tudok menni, mert ugye ezek itt még le vannak zárva, ez a három. Na jó van, én meg azt hittem, hogy ebben a live-ban meg lesz, hogy átmenjük a Challengers kategóriából a következőbe, de hát biztos, hogy nem, hát itt mennyi van még. Jó, hát akkor ezt kell megcsinálni, srácok. 100 per 100, jó. Igen, előre kell kezdenem, és ez 6 versenyből áll. Hát, ha ügyes vagyok, akkor talán belefér még ebbe a live-ba ez. Viszont iszok vizet, srácok, mert ki vagyok már szállodva sok dumától. Na, király. Hú. Jó. Akkor megyünk továbbra is a rakettel. De meglátjuk, hogy mit tud ezen a pályán. Ajajajajajaj, hát mi van itt, kérem szépen? Hát mi van itt, kérem szépen? Nagyon jó! Ez így nem lesz jó, nekem át kéne sorolnom a jobb oldalra, mert különben szakanyat az életben nem fogom, hát kilöknek. És már most megpróbálom, szarok le mindenkit. Jó, hát végülis összejött. Jó, 1 per 3. Ezt már tönkretettem volna? Ja nem, ez csak spin out. Kifordítettem, jó. Na, már 3-at, gyerekek. Ezt a részét gyorsan megcsináltam. Már csak az első hely kéne. Ó, gyerekek. Húha, ez nagyon macerás lesz, hát kilöknek. Na jól van. Nem erőltetjük. Inkább így. Megint megpróbálok átmenni jobb oldalra. Úgy is van. Úgy is van. Jó van. Oké. Engedjé már előzni. Igen, itt fékezek. Igen, egy kicsit. Még miért nem járok megint úgy, ahogy az előbb. Jó, eddig nem olyan rossz, srácok. 8. pozíció, úgyhogy utolsó helyről indultam. Ráosul onnan is a szarabbik pozícióban. Ne tolj már ki! Hát ne kitolj ennek a púpnak. Azaz. Jó. Jó. Azaz. Na, 5. hely. Hát nem tudom, ez tiszta a terep előttem, csak hát nem tudom, ez így mennyire lesz már elég. 3 körös a verseny mondjuk, de hát... Hűha! Úgy gyerekek, ez egy nehéz verseny! Ez egy nehéz verseny! Oké. Okay. Közel kerültem hozzájuk, igazából itt van mind a három előttem. Akiket ugye le kéne még előzni. Ó, ez a best lap. Jajajajajaj! Csabi! Ne már! A kerekem! A kerekem! Elkúrtam? Már nincs kerekem. Pedig ebből még lehetett volna bármi is, jó? Marc, amit írtál, nem értem. Nem értem, miről beszélsz. Ajjajjaj! Na jó. Nem, fotó... Mi? Fotó mód, lol. Nem azt akartam. Ezt akartam. Azt kipakoltam, 1 per 3. Na, ez így jó volt. Az ott kiborult a francba, én meg itt...
Na ne! Ne! Ezt a pechet! Ajajajajajaj! Engedjetek, légy szíves! Előre menni! Hú, ez így nem jó. Nem jó, nem jó! Egyébként tényleg érdemesebb fékezni, mert amíg a többiek itt mennek, mint a nem normálisok, és kitolják egymást, addig én meg tudok előre menni. Mármint ha jobb esetben, igen. Egyébként meg nem. Balkanyar, igen. Azt meg ezt nem hiszem. Most azonnal menj anyucihoz vagy különben. Még most sem értem, miről beszélsz. Nem egészen értem. Igen, Mard? Akkor ismerős a citu. Ez a verseny, ez tényleg roncs derbi a javából. Annak ellenére, hogy versenyzős. Mondjuk azért örülnék, hogyha legalább ezt a versenysorozatot, ezt be tudnám fejezni ebben a live-ban, ezt a 6 versenyt, ami hátra van ugye ebből a kategóriából, vagy ebből a részből. Gyerünk, nyomjad neki! Á, szar! Hát szar, 18. hely most már. Ez is szar. Gyerünk. Úgy gyerekek, ez necces. Érdekes, hogy ezen a pályán voltam legelőször, amikor ilyen versenyzős pálya volt, ha még emlékeztek a legelső live-ba is. Akkor ugye azzal másik fajta autóval mentünk, nem is ezzel. Vagy nem, várjuk, hogy ezzel mentem? Teljesen mindegy. De akkor ez valahogy nem tűnne nehéznek. Most annak tűnik. Valahogy most annak tűnik. Ajjajjajjajjaj. Ez az. Jó lesz ez, srácok. Ha ez ki nem tol. Erre nem, de hogy lesz, hogy ott harmadik hely. Vagy harmadik, na, szóval harmadik kör és hatodik hely. Hát ez is itt a vége. Hát akkor ez ennyi volt, srácok, mert nem jött össze. Winner. Jó, ötödik hely. Hát ez is szar lett. Szia, Buster Bro. Szevasz. Jó, akkor srácok, restart. És go! Megpróbálok megint átsorolni ide. Na, ez most jó lett! Ki a tömegből? Nem, mert belemegyek a tömegbe. Ez az... Erünk már! Engedjél már el! Harmadik hely! What? Na! Gyerekek! Áj, de szarik kanyarodni! Ajjajjajjajjaj, nem baj, inkább lassabban megyek. Negyedik hely, nem baj, jó az. Ajja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 jj
Igen, picit jobban belátható ugye minden kanyar, amikor nincs előtte senki. Jó, restartoltam. Vagy mi az? Respawnoltam. Ez így már nem lesz jó, gyerekek. Megint 9. hely. Ha? Húha! Most érzem, srácok, hogy kezdek kicsit kifáradni. Egyre kevésbé tudok koncentrálni. Na bassz meg! Pingvin Archery 1100. Köszönöm szépen a követést!
és üdvözöllek a live-ban. Ajjaj. Hát most csak ötödik hely, az előbb itt ma harmadik voltam, de leszarom, mert aztán úgyis visszaestem igazából. Ajjaj. Nem, itt nem szabad neki menni. Ott van egy bebetonozott gumi sor. Annak, ha neki megyek, akkor az olyan, mint a betonnak mennék. Eddig jó. A kocsim sincs annyira megsérülve. És második hely. Jó, eddig ez teljesen jó. Aha, itt ezt elkúrtam egy kicsit. A főleg annyira, hogy ez nekem is jött. De az is elkúrta! És elmegyek mellette! Meg itt is egy roncs! Oh my god! Na erre nem számítottam. Jó, első hely és már csak egy kör. És ez volt a legjobb köröm. Azaz. Na jó van, ez most már végre esélyes. Nem baj, fékezek, tagjál békében! Úgy gyerekek, ez nagyon nehéz, nagyon necces. Mennyi roncs van már a pályán, de megvan, srácok, itt már megvan. Jó, király. Megvan. De jó. Oké. Még csak most követsz be. Akkor kérj egy dalt. Kérj egy dalt, megvárom, mi az. Jó? Addig betöltöm a pályát. Olyan dalt kérj, amit ismerek. Hashtag amcsikocsi. Na, várom a dalt. Addig nem indítom el, mert verseny közben úgyse tudok arra figyelni. Úgyhogy most megvárom, ha már így alakult. De amúgy mondtam, srácok, hogy előtte találjátok ki a dalt, és ahogy kiértetek egy dalt, abban a pillanatban utána írjátok is be, hogy mi az, jó? Tehát először legyen kigondolva, hogy ne azt kelljen figyelnem, hogy mikor írod be. Mert nyilván nem akarok lemaradni róla, de ugye erről szól az egész. Na mi van? Vizár, a baboknál megtalad a leírásba. A babok leírásánál. De nem, tehát úgy zenét nem tudsz kérni. Hát én éneklem el, tehát ez csak úgy megy. Érted, amit mondok? De mondom, ott van leírásba, hogy hogyan kell és hogy miről szól. Na jó van, Pingvin Archery az nem nagyon írja. Pingvin, hát írjad! Milyen dalt kérsz? Amit énekeljek el? Na jó van, úgy tűnik, hogy nem írod, akkor én most megyek. Amúgy meg lehet oldani, hogy zenét rakott be. Nem akarok zenéket bejátszani, srácok. Eleve a játéknak is, amit halljátok, alapból van zenéje, és azt nem szeretném kikapcsolni. Másik pedig az, hogyha én most beteszek egy copyrightos zenét, akkor, és feltöltöm azt YouTube-ra, ugye utólag a live-ot, másnap, akkor azt ugye YouTube nem annyira szereti. Így is a tegnapi live, amikor ugye ETS-2-ztem, hát 19 copyrightot kaptam rá, gyerekek, 19-et. Tehát szerencsére nem lehetett, és nem probléma a YouTube-nak, szóval nem töröltette le, meg nem tiltotta le, meg semmilyen. De attól még ott van rajta a dolog. Ajja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 jj
Na most próbálok agyalni rajta, hogy most melyik pálya. Próbálom előszedni az emlékeimből, hogy most milyen kanyarok vannak itt, de nem annyira rémlik. Ám! Ne tolj már ki! Na erre a kanyarra viszont emlékszek. Erre is emlékszek. Jaj, ez nem olyan rossz pálya, srácok. Ez egy egész jó pálya. Ajajajajajaj! Na jó, ezt elkúrtam. Köszönöm szépen a subot. Mi az? A követést. Jó, van, srácok, ezt én végigviszem ezt az egy kört. De csak azért, hogy próbáljam memorizálni a pályát. Ez már a célegyenes, ugye? Az hát. Jó. És akkor ezt tartolom. Mondjuk ez még azért nem volt elég gyakorlás, de mindegy. Meghallgatnál egy Csavis Despacito-t? Ezzel az a baj, hogy csak a dallamát tudom, a szövegét nem. Úgyhogy maximum ilyen nananázást tudnék csinálni. Jó, kilöktem egyet, illetve széttörtem egyet. Ne. Ajjajjajjajjajj. Na ez így jó volt. És második hely. Igen, az előbb ugye itt mentem ki annak a sziklának. Első hely megvan, de még nem vagyok megnyugodva. Még azért van két kör ezen kívül. Beszlap. Jó. Nem, miért nem kanyarodsz jobban, baszki? Nagyon itt van seggem, mert ideig hallom a hangját. Ugye meg is fog előzni, mi? Én nem vettem ezt a kanyart. Ott van persze, hogy a seggembe van. Jó, ez most jó kanyar volt, aránylag. Ne, a szal a korlátos rohadt anyád. És megelőz, visszaelőz. Jó, hát ez szoros lesz, srácok, ebből első hely lesz. Mi van, eltűnt? Mi történt azzal? Tehát, hogyha ebből egy első hely lesz, akkor ez egy szoros első hely lesz, szerintem. Bár így nem. Nem tudom, hogy hova tűnt az a második, aki mögöttem volt. Igen, ez az éles kanyar. Ezt inkább lassabban próbálom. Á, ezt most szarul csináltam. Előbb sokkal jobb volt. Jobban a belső ívben voltam. Jaj. Jó, srácok, már nincs sok hátra. Ez mennyivel egyszerűbb pálya egyébként, mint az előző. És itt a vége, és nem is volt szoros, ahogy én hittem. Na, gyerekek, ez is meg volt, még sincs este. La. Ja igen, a kulcskérés az 250 babba kerül, srácok. És ugye van 11 darab random kulcs bent, játékok kulcsa, amiket a Steam-en lehet aktiválni. És 250-be kerül, szóval 11 darab van benne. Én nem tudok róla, hogy bárki vett volna már ilyen kulcsot, vagy hát nem vett volna már, hanem igényelt volna ilyen kulcsot. De hát van, srácok, és még egy csomó van, rengeteg, szóval nyugodtan vigyétek el a játékokat, mert rengeteg kulcs van. Jelenleg most olyan 130 körül lehet a kulcsok száma, ami még kisorsolásra vár.
Úgyhogy hajrá, srácok, vigyétek! Dalt kértél, igen, látom. Na. MC Juice 2000, babok. Legörgetsz a live alatti kis panel részhez, ott van a babok. És ott van leírva, hogy hogyan tudsz babot szerezni, illetve hogy miért mennyi bab jár. Na, srácok, csoda történt, nem az utolsó helyről indulok. Ez jó, ez nagyon pozitív. Ez nagyon pozitív. Viszont erre a pályára egyáltalán nem lészek. Jó szűk pálya egyébként. Ezt meg kell hagyni. Ja Isten, majdnem bementem, az a box. Vagy csak egy rövidítés. Mert akkor jó hülye vagyok, hogy nem arra mentem. Bár igazából ez talán jobb, meg gyorsabb annyiból, hogy könnyebben rá lehet csúszni erre az ívre. Nem, srácok, ez egy új pálya. Ezen a pályán én nem voltam még. Ja, ezen a pályán nem voltam még. Legalábbis rohadtul nem rémlik. Vagy voltam? Hát, én meg nem mondom. Egy-két kanyar hasonlít az egyik pályán lévő kanyarhoz. De szerintem nem voltam. Nem, ez a rész például egyetlen nem rémlik. Ja, a csávó meg arra ment, na bakker. Hát tudjátok, akkor mehettem volna arra is. Ja, az is arra megy, na fasza. Akkor megpróbálok legközelebb arra menni és rövidíteni. Jó, elvittem a reklámtáblát, nem baj. 2/24, az első nagyon elhúzott, srácok, az a probléma. Hú, ez nem fekszik ez a pálya nekem egyáltalán. Nem érzem, hogy olyan jó lenne nekem ez a pálya. Csúszkálok össze-vissza. Ajjaj, ott egy roncs. Jó lenne nem elvinni. Itt lesz a leágazás balra, és erre megyek, jó. Ja, tényleg rövidebb. Jóval rövidebb. Ajjaj! Ajjaj! Na persze az első az meg kikerülte őket. És... Ja, vége. Hát a második hely. Jó, akkor ezt tartalom. Jó, akkor még egyszer. Amúgy meg jó az a kocsi erre a pályára. Bár szerintem ez minden pályára egész jó. Ne tolj már ki! Jó. Megoldjuk, még az elején voltam. És nézek, tol, basszus! Ah, de jó Isten! Elfúrtam! Ez az... Jó, a gyerekek! Há? Nem jó, nagyon nem... Ez most valahogy nem élem ezt a pályát. Előző valahogy jobban tetszett. Ja, igen, ezt elnéztem. Kicsit. Harmadik hely. Ajaj. Akkor restart. Nem tudok kanyarodni miattuk. Na, el is csesztem. Jó, mit kérsz? Akkor itt nem restartolom. KM Kova.
Na, nem írod? Várok. Holly Deaver. Amit akarsz a tegnapiak közül? Tegnapiak közül? Hát jó kicsesztél velem. Mert imádom azokat a számokat, de a szövegét azt nem tudom. Az a baj. Egyiknek se, hát azért egyrészt angol nyelvű. Oh my god! Na, gyors volt gyerekek. Ez aztán jó kezdés volt. Szóval inkább írj egy dalt, jó? Az a biztos. Aztán majd megbeszéljük, hogy el tudom-e énekelni, vagy sem. Ez az. Na most jó. Az az. Kipördítettem, de nem pördült vissza, és eléggé... Ajjaj. Ez most jó volt, ez a kanyar. Az, hogy most nem látom, mit írsz. Úgyhogy nem tudom, most figyelem, milyen dalt kértél, most nagyon a versenyre koncertálok. Menj előtte, mert úgyis kitolsz, te marha! Jó, első hely. Oké. Eddig ez teljesen jó. Ajjajjaj. Jó, srácok, ez meg lesz. Most meg lesz, érzem. Best lap, fasza, utolsó kör is egyúttal, ott van egy roncs. What? Ez most mi volt? Ez a kék szöveg? Target, micsoda? Nem tudtam értelmezni. Ne! Nem baj, így. Jó, ebből még lehet jó, ebből még így lehet jó, srácok. Így már nem! Rohadt életbe! Aj, nem áll, utolsó kanyarokba! Aj. Na, most írd, hogy akkor mit kérsz, milyen dalt. Jó? Most írd, mert most figyelek. De akkor tényleg írd. Ja, szóval Despacito. Jó. Despacito, na 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 na. Despacito. Ennyit tudok belőle. Remélem megfelelt. Köszönöm a felkövetést. Hogy kivágtam magam? A követés, Patrik. Hát, mondtam, hogy csak nananázítom, nem tudom a szövegét, srácok. Hát, spanyol. Hát, holtok én spanyolul, még angolul se. Nem, hogy spanyolul. Megfelel. Na, akkor jó. Az a lényeg, hogy tetszett neked. Ne tolj már, baszod! Ne tolj már ki! Azaz, eddig jó. Aha, itt kéne bemenni ide mindenképpen. Jó, megvan a második hely. Köszönöm a követést ismét. Akkor is, ha kétszer játssza le. Nem tudom miért, még mindig. Na ez a jó. Ez most jó kör volt, jó kanyar volt. De menj. Hülye marha. Egy kelleteket hősködni. De... Súroltam az orrommal azt a falat. Itt a fék. Igen. Ez lesz egy kanyar, gyerekek.
olyan lassúra le kell fékezni. Nem jó, nem jó. Igen, ez most még így jó lehet, és... Ez ugye tök rövid pálya, azt nézem. Ahhoz képest csak három köröset is. Már megint! Target achieved. Ez mi a francot jelent? Fingom nincs. Köszi a követést! 1 per 24, srácok. Ezt a pár kanyart már kibírom. Kifordulás meg ütközés nélkül, akkor... Akkor ez egy szép győzelem lesz. Majdnem nekimentem ott valaminek. Itt meg egy lekörözött autó. És ott van az első hely. Na csak összejött. Despacito jót tett. Jaj. Na gyerekek. És akkor van még elvileg három verseny. Ugye a hat verseny közül. Azt hiszem, hogy 23 van. Hát egyet mi mindenképpen lemegyek, aztán majd meglátjuk. Jaj, hogy vezessek az élen egy körön keresztül. Aha. Oké, akkor már értem. Köszi. Király. Kb. Mennyi késik a live? Hát olyan 8 másodpercet szerintem. Kérjétek a csing-csinget. Azt tudja Csabi. Csing-csinget? Mi az Isten az a csing-csing? Nem, mi az a csing-csing? Nem a izé a csing-csing kicsinyem. Szóval a... Hogy hívják? Ki az? Nem Kasszás Erzsi, hanem Icuka. Szia Bogi Boglárka. Hellóka. Hát, ami nagyon adja. Na jó van. Turkoljatok, srácok. Csing-csing, picinyem. Hidd el, nagyon adja. Nem szabad ilyet, nem szabad ilyeneket csinálni. Megint nagy torlódás van az elején. Mármint a kör elején. Menj ma innen! Ezt a pályát viszont vágom. Azt hiszem. Rohadjál meg. Na, akkor még egyszer. És megint a végéről kezdek. Előbb azért jobb volt. Köszönöm szépen a... Csírt. Mindjárt megnézem az illetőt, hogy ki küldte, illetve a... üzenetét. Ha van mellé, menjetek már előlem. Oh my god! Most nézem meg! Szóval Nathan Noel Budai küldött 10 bitet. Szia Csabi, jó játékot! Nagyon szépen köszönöm! Na go! Ez annyi, ez is olyan szűk pálya ennyi autónak. Azaz! Nagyon jó! Nagyon jó! Spacok! Ott az első hely, mi az Isten? Ú, de ez most nagyon jó sikerült, ezt... Csak azt mondom, hogy nem ismerem a pályát. Jó lenne, nem... Nem elcseszni. Igen, egész jó sikerült ezt ahhoz képest bevenni, hogy nem vágtam ezt a kanyart. Menj innen. Csing-csing, pincinyem, hidd el, nagyon adja. Pék! Menj neked, Csabinyó, baszki! Jó, akkor megyünk. Jó, hogy tudom, hát persze ez a pálya. Hát ez a... Igen, lehet arra is menni, meg itt is lehet menni. Ez egy picivel rövidebb, viszont kanyargósabb. A másik az pedig egy kanyaros, viszont hosszabb út. Igen, itt van a sikán. Jó. Egy nagy fék, egy nagy kanyar, jobb. Anyád! Hú, de megijedtem, bazzeg! Bassza kurva eget! Rohadt hangos, most már le fogom zenét hangítani, gyerekek. Már megint kérdetek dal, de várjátok meg, amíg véget ér a kör, jó? Mert ez másképp nem fog menni. De akkor most megint erre megyek.
Ott egy kocsi keresztbe, lol. Veszlap. És utolsó kör is egyúttal. Az első hely egyelőre megvan. Ja. Mert teljesen szét van rombolva a pálya egyébként. Fék, nagyon nagy fék, nagyon nagy fék. Hát a kocsi ott szerencsétlenkedik, jó van. Oké, és akkor itt pedig most bepróbálok... itt most megyek csak simán jobbra. Arra, merre az. Így van. Hát csak, hogy ez is benne legyen már a... Live-ba, de menj már anyádba! Ha most emiatt fogom elkúrni... Ne! Ha, nem hiszem el! Azt a kurva barom állatot, hogy elém csúszik! És egy lekörözött fos autó! Bazd meg, nem hiszem el! Hú, gyerekek! Na szóval. Jó, kinek kellett a izé, a dal? Nem láttam, hogy ki kérte a dalt. Várjátok, visszagörgetek. Nem, tehát azt mondjam. Jó, Wizard, mit kérsz? Mit énekeljek? Mit szeretné hallani? Jaj, ez az lenne, gyerekek. X gyorsan. Neoxtól az F1-es dal? Most komolyan mondod? Hát azt én neked nem tudom... Nem tudom fejből, várjál. Indítsátok már el! Igen. Ott egy kicsit bíbelődtek vele, egy picit hosszabb időt... Nem tudom fejből. Nem tudom fejből. Nem tudom fejből. Más találj ki, jó? Jó, kérj valami más, mert én most itt nem tudom neked így fejből. Illetve egy-két szakaszt igen, de hát most akkor most vagy normálisan, érted, vagy pedig inkább nem. Tehát akkor inkább nem. Szakaszokat tudok, mondom. Igen, itt érkezik button, truly kiszorítja, button. Akkor játszod el, az nem copyrightos. Játszod le. Játszom le? Szintivel? Az mégis hogy? Annak pont a szöveg a lényeg. Na jó, tudod mit? Találj ki valamit a verseny végéig. A verseny végén írd be, figyelni fogom, megígérem. De ezzel is azért haladni akarok. De valami olyat kérem, amit lehet énekelni, jó? És valószínűleg ismerem is. Ha tudnám egyébként fejből a szövegét, akkor simán mehetne. Amúgy az a durva, hogyha menne a zene, akkor még hallanám, akkor még tudnám is, hogy mit kell mondani. Tehát úgy már vágnám, de így most hirtelen fejből ezt valahogy nem annyira. Ott az első hely, megint. És a kocsi tök épp ahhoz képest. Jó, akkor most ide csúszunk, mert ha már jött össze, akkor ide csúszunk be. Csak erre jövök. Egyébként ez tényleg rövidebb. Ez most derült ki nekem, hogy ez sokkal rövidebb. Akkor is, hogy a kanyargósabb. Gyorsabban lehet teljesíteni azt a kanyart, azt a belsőt. Csin-csin picinyem, hidd el, nagyon adja. Ebből is amúgy csak ennyit tudok. Többit most így hirtelen nem. Na. Jó, megint maradunk a réginél. Ennél így van, szépen ügyesen bekanyarodunk. Jó, hát ez tényleg rövidebb. És már csak egy kör. Ez ott a legjobb lap. Fasza. Azt jön még a sikán. És... Áj, fék.
És akkor már csak egy kanyar, igaz? Ez itt. Jó, megyek a belsőn, nem kockáztatok megint. Bár most nincs előttem semmi, hogy neki menjek, de... Maradjunk a biztosnál. Hát ez easy volt. Egész easy volt. Na, most írhatod. Bocisdal. Pici boci, tarka, benne van a kaja. Oda megyünk zabálni, ahol lehet kajálni. Yeah, 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 ozzabagép. Legyen ez mostantól boci tény, zabál a pici boci. Lesz belőle hamboci. Tessék, mondjuk így barom jó volt, hogy közben megy a metal a háttérbe. Szia KM-kóval, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy nézted a live-ot egyébként. Srácok, még egyetlen verseny... Kettő verseny van hátra? Én... Na mit mondtok? Toljam még le ezt a kettő versenyt, hát ha elsőre sikerül mindkettő, vagy pedig hagyjuk a következő live-ra. Mit mondtok? Most akkor tőled, én még szívesen játszanék, picit már fáradt vagyok, megmondom őszintén, de ezt így nem annyira hagynám félben, de hát... Azért mondjátok meg ti is, hogy metal stílusban egyszer el kell énekelnem. Az a durva, na akkor most elmondom srácok nektek ennek a bocis dalnak az eredetét, mert olyan sokan kérdeztétek, hogyha meghallgatjátok. Szóval a lényeg az, hogy nekem van egy nagynéném, aki óvónő, és ennek a nagynénémnek volt egy óvodása, ez már körülbelül egyébként egy egy jó 20 éves sztori. Hát annyi talán még nincsen, majdnem 20 éves sztori. Na mindegy, lényeg az, hogy neki volt egy óvodása, és ez az óvodás költötte ezt a dalt. Ő volt a Milánka. Ő csinálta, az ő hangját lehet hallani a videóban, meg a remixben is. És a lényeg az, hogy az apukája, elég gazdagok voltak, és az apukája kitalálta, hogy a kisfia ezt majd adja elő valamilyen iskolai rendezvényen, és de úgy, hogy valami zenei alapot kéne aláírni. Na most nagynénén meg eszembe jutottam, vagy eszébe jutottam, mert hogy én ugye zenékkel foglalkoztam, zenéket írtam, stb. És kitalálta, hogy akkor küldjék el nekem a nyersanyagot, ezt a dalt, ami ugye alapban is fönn van ugye a YouTube-on, azzal a gagyi grafikával, az a régi videó, az az eredeti, és hogy akkor én ahhoz írjak egy alapot. Na most olyan borzalmasan ritmustalan, ugye meg lehet ugye hallgatni, tehát olyan borzalmasan ritmustalan, ütemtelen, meg dallamtalan az egész, hogy az alá egyszerűen semmiféle, mert metal alapot kellett volna írni egyébként, metált, gondoljatok bele, a metal, meg ez a kisgyerek hang, és akkor ehhez kellett volna írnom, de nem lehetett, tehát egyszerűen lehetetlen volt egy ilyen minőségű retekhez bármit is írni, és amúgy videókazettán, magnókazettán küldték el nekem a nyersanyagot, és ez a magnókazetta volt tulajdonképpen aztán bedigitalizálva, és az van most fönt a YouTube-on. Aztán meg én később csináltam hozzá egy ilyen rajzfilmet, amit láthattatok, mármint az eredetihez, és az került föl YouTube-ra. Aztán nagyon sok-sok év eltelt, és megcsináltam hozzá ugye azt a remixet, amikor már arra is figyeltem, hogy úgy vágjam a hangját meg a kisrácnak, ennek a Milánkának, hogy az ritmuson legyen. Tehát ott nagyon sokat kellett molyolni azzal, hogy ritmusra tudjam illeszteni ezeket a különböző szótagokat, meg a mondatokat, meg stb. És akkor abból alakult ki végül is a remix verzió. De hát ennek ez a története, hát ugye a kisrác most már körülbelül olyan, hát olyan 23-24 éves lehet szerintem, úgyhogy már nem olyan kicsike a Milánka, és egyébként meg fingom nincs, hogy mi van vele, és amikor nagynénének ezt fölhoztam jó pár év múlva, jó 15 év múlva, nem emlékezett rá. Tehát neki abszolút kiment a fejéből az, hogy valaha volt egyszer egy ilyen dolog. Na mindig közben nyomom a játékot, szóval nem emlékezett rá, pedig én kérdeztem, hogy most mi a helyzet vele, olyan tudja, hogy most a dalocskája fönt van egy az egyben a YouTube-on, meg hát ilyen remix verzióban. Nem az a Milán, de hogy is, nem. Én őt nem ismerem, ezt a Milánkát, aki énekelte a bocis dalt. Nem értem, nem, azt tudom, hogy néz ki. Tehát értem, nem is találkoztam vele. Csak ezt az egy izét hallgattam. Ezt a dalt tőle. Azt mondod, megbántam? Hát nem tudom. Szerintem egyébként azt se tudja, hogy fönn van YouTube-on. Ebben biztos vagyok. Legalábbis én a helyébe biztos, hogy írnék annak a videósnak egy e-mailt, hogy figyelj már, szedd már a dalt, vagy mit tudom én, köszönj, hogy fölraktad, vagy valamit, szóval azért csak írnék valamit a videósnak,
Tehát semmilyen e-mailt nem kaptam még, úgyhogy valószínűleg nem tud az illető róla, vagy pedig nem érdekli, és nem foglalkozik vele. Na mindegy, szóval ez a sztori annak a bocis dalnak egyébként. Na, srácok! Kívánság, a kívánságom az! Ha megint kikért, Mard! Jaj, Mard, de szeretek én téged! Van miből mi! Na majd verseny végére találj ki, hogy mit szeretnél, hogyha elénekelnék. Azt akkor megoldjuk a problémát, csak olyat, amit ismered. De mondjuk valószínűleg tudod, hogy miket szeretek, mert azért annyira ismerjük már egymást! Hú, gyerekek! Ez megint pályaismerkedős kör. Hetedik hely. Hatodik. Hát, srácok, ez így nem annyira buli. Jaj, várjatok már, hát ez ugyanaz a pálya. Ezen már voltam, csak a másik versenybe. Jaj, hát ezt szépen megnyertem, arra emlékszem. Nagyon jó. Nagyon jó, hát akkor ez meg lesz, srácok. Lehet, hogy nem pont most, de a következőben szerintem már igen. Most már összeraktam a fejembe, hogy melyik pálya ez, összeraktam a képet. Nagyon jön ez ittem mellettem. Hallod? Menj már innen. Picit szar a kocsim egyébként, olyan... Nem tudom, instabilnak érzem. Aj, gyerekek, ez a kettő van előttem, ezeket már csak meg kéne előzni valahogy. A kis bogár, nézzétek már. Azaz, nem baj. Nem baj, még jó, még jó, még jó, még van kerekem is, defektem sincs tán. Annyi, hogy picikét meg van sérülve, úgyhogy nem nagyon kéne most már továbbiakba ütközni. Valahogy el kéne kerülni. Anyád, hát eddig tartott. Úgy de lekig. Radiátor, fasza, felrobbant a hűtő. Nem már! Barom! Kurva anyád! Ó, hogy baszódjál meg, szamasz éjjel! Restart. Majdnem Entert nyomtam. Már múltkor is így búrtam ugye ezt a kategóriát el, hogy nyomtam egy Entert, ahelyett, hogy Restartot nyomtam volna, és nem volt visszaút. Cyber gyerek. Jó, várjál, Cyber gyerek. Most már megy a verseny. Köszönöm szépen a követést annak, aki most bekövetett. Na szóval lesz majd Cyber gyerek, de csak a verseny után, jó? Ajajajajajaj. Na, gyerekek, első hely. Basza. Éppen rácsúszom az ívre, ez is jó kanyar volt. Itt jön még egy jobbos. Így van, aztán pedig már jön a izé célegyenes vezető. Kanyar balra. Méghozzá itt. Ojjajjaj, ezt viszont elcsesztem most, nagyon. Nagyon. Bazd meg! A csetet, Csabinyó, ne a csetet nézd ilyenkor! Hát, majd megnézed. Ne. De mellettem vagy! Menj már innen! Na most, tessék, addig-addig hősködött, amíg mindkettőnket leelőzött ez a kis bogár. Már megint a bogár. Akkor sok értelme volt, ott egy roncskocsi megint. 1/24. Utolsó kör, best lap. Jó. Most már csak nem kéne elcseszni, srácok. Ott valami ütközés volt a háttérben, a hátam mögött.
ott van a kocsi, aminek az előtt neki mentem. De ez is sikerült kitolni a pályáról. Így most már nem akadály, hogy ott van. És rácok, itt lesz a vég. Jelen még egy jobb kanyar. Most majdnem elnéztem. De itt lesz most már a vége tényleg. Egy kanyar balra. És rácok, akkor ebből a kategóriában már tényleg csak egyetlen verseny van hátra. Na. Van egy kék tó a fák alatt. Ha beleteszem, lehűti a lábamat. Mindjárt mondom. Így nem lehet, hogy közben énekel más is. Dáver! Dáver! Jó, bocsánat. Jó, elhallgat? Oké. Van egy kék tó a fák alatt. Ha beleteszem, lehűti a lábamat. Cyber gyerek, kérjél bocsánatot. A bele... Na. Cyber gyerek, kérjél bocsánatot. Nem mutatom meg a kacsámatot. Cyber gyerek... Nem. Jó, ennyi. Ennyi volt. Belezavarodtam. Igen, a ritmust figyeltem a háttérbe, és arra próbáltam ráénekelni. Aki esetleg egy kicsikét jobb verzióra kíváncsi, az nézze meg a YouTube csatornámon a Staraoki nevezetű videómat. Az egy kicsikét jobb azért. Sőt, ott van még a Rozonféle verzió is. Egyébként barom jó kis dalni, szeretem. Na, srácok, ha utolsó... Na, szóval, ha ezt meg tudom nyerni, akkor már csak kettő ilyen verseny lesz ebből a Challengers kategóriából. Az már a következő live-ra fog maradni, de legalább akkor ezt a szakaszt le tudom zárni, és akkor viszont ezzel be fog fejeződni a live is, mert most már több mint két órája megy. Ritkán van az, amikor több mint két órás egy live. Aztán pedig majd elmondom, hogy hogy lesz a következőkben a live-ozás, mint a következő napokban, például holnap, meg ilyenek. Úgyhogy ne menjetek a live után azonnal sehova, várjatok meg. Jaj, ez most megint fura pálya. Az ott kicsúszott, azok ott tele vannak, buliznak, tökéletes. Igen. Menj már innen. Majd... Ne már! Aja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 j
megnyerni, azt tuti. Ne! Nem kanyarodik! Ja? Kerék nélkül nehezen fog. Akkor restart. Egyszerűen srácok, akarok csinálni majd ilyen karaokizós karaokizós live-ot. Csak ugye ott meg az lenne az igazi, hogyha lenne hozzá facecam. Viszont én a facecamot nem nagyon szeretném. Úgyhogy nem tudom még, hogy hogyan lesz ez megoldva. De ilyen karaokis live-ot akarok mindenképpen. Tudjátok, benyomok ilyen karaoki zenét, ami alatt nincs ének. Azt akkor hadd szóljon. Ráéneklek. Meg ugye ott meg ugye az a másik, hogy van egy csomó olyan dal, amit ti valószínűleg nem is ismertek. Vagy legalábbis kevesen. De hát mindegy, majd meglátjuk. Előbb ugye ott koccantam. Oh yeah! Ez a mennyekből jött ez a hang. Ó, Nathan Noel Budai, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megleptél. Tartsd meg ezt a jó szokásodat. És kaptál amúgy 500 babot. Ugye feliratkozásért 500 bab jár. Fék Csabinyó. Jó, hogy várjátok már. Srácok, oda se figyelek, azt első vagyok. Csak mondom, olyan üres a pálya. What? Lehet, hogy nekem közben beszélnem kéne ilyen teljesen független dolgoktól? És akkor nem feszülnék rá annyira a játékra? Az lehet egyébként. Na, szóval a karaokinál tartottam, igen. Szóval, hogy lehet, hogy már lesz egy ilyen live is. De ha lesz is, az csak késő este szerintem. Mert addigra lesz olyan igazán jó a hangom. Ez a durva egyébként, fura.
De esténként sokkal jobb a hangom, mint délután. Délután szar, tehát borzalmas. Délután nem lehet énekelni, én legalábbis nem tudok. Csak este, addigra valahogy bejáratodik a hangom. Szóval este lesz majd egyszer ilyen. Egyszer, de mikor azt ne kérdezzetek, mondom. Megmondom, csak és kizárólag facecam nélkül. Ajajajajaj, nagyon jön. Nagyon jön, és utolsó, előtti kör. Jó. Bassza meg! Ezt elkúrtam, gyerekek, ezt elkúrtam, elnéztem a kanyart. Nagyon elnéztem a kanyart. De még nincs veszve semmi. Eddig a pontig még így belefér. Ez a harmadik hely. Csak most már valahogy előznöm is kellene, mert különben cseszhetem. Ez a nagyon éles kanyar, igen. Hát annyira nem éles, de na, értitek? És meg kéne őket előzni mindenképpen, mert... Még talán meg lehet. Ennyi nem, menj, basszus! Ez már a vége. Gyerünk. Gyerekek. Első. Megvan. De necces volt a vége. Na, ez izgi volt. Tényleg izgi befejezés volt. Na, jó van, srácok. Hát akkor szerintem ez most ennyi volt. Azért most már átlépegetem ezt a izét. Megnézzük, hogy milyen versenyek maradtak. Elvileg kettő van, azt hiszem. Megközben befonom a hajam végre. Tunak, nem lesz, nekem nem tetszik az ilyen. Nem. Na, köszi Mart. Congratulations, you have completed this series. Oké. És akkor, ahogy mondtam, ezek nem három van. Van még a Demolition Racing, de ez szerintem csak egyetlen verseny. Ez megint csak arénás szerintem. De várjál már. Valami nem stimmel, gyerekek, miért nem enged tovább? Miért van lezárva? Na gyerekek, ez pedig fullos, 600, 200, 200, az 100/100, de annyira szarul látni azt a izét. Ugye ez is 200, ez 800, na miért nem tudok? Srácok, ez mi? Miért nem akar tovább engedni a következőkre? Arrébb. Ja, lol! Ó, bakker! Basszus, tényleg. Jó, azt hiszem, hogy csak két ilyen oldal van. Jó, hát akkor van még ez, srácok. Hátra. Jó, mindegy. Akkor ez már akkor is a következő live-ra fog maradni. Jó, Macsika, köszi, hogy itt vagy és segítesz, mert teljesen lehet, hogy már csak azért nagyon fáradt vagyok. Na jó van, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ja nem, gyorsan elmondom, akkor én holnap hogy lesz. Holnap nem lesz live, mert itt jön egy haverom, akit nem láttam már, most már aztán két éve, mert messze lakik, de most jön, úgyhogy szombaton itt lesz nálam. Aztán vasárnap lesz live, illetve lesz ugye a címerezés, mert ugye a hónap első vasárnapja, és a Clickbait bácsi rémálma címre kellett ugye pályákat készítenetek, illetve készíteniük azoknak, akik készítettek, és baromi jó pályák voltak, szóval holnap ez lesz, ez reggel 9:30-kor már nézhető lesz a YouTube csatornámon. Ha erről valaki lemaradt és vissza szeretné nézni, vagy akár az összes további vagy korábbi live-omat meg akarja nézni, akkor az a Csab apostróf arch csatornán meg tudja nézni, de egyébként minden linket megtaláltok ott, szóval ha oda feliratkoztok, azt nagyon szépen köszönöm. Na akkor, Bogi, neked mondom gyorsan, már mondtam, a Twitch, a Sims 4, az maximum YouTube-on lesz, mint YouTube-os sorozat. De nem tudom mikor. De Twitch-en semmiképpen nem akarom. Kávévidik lesznek-e? Hát, lehet, hogy csinálok majd egy kávévideót. Elképzelhető egyébként. Na jó van, srácok, tényleg köszönöm szépen, nem akarok föltartani senkit, én is megyek szemosan vacsorázni. Úgyhogy ja, na jó van, akkor még egyszer nagyon szépen köszönök mindenkinek mindent, köszönöm szépen a szubokat, a csíreket, a követéseket, meg mindent. Úgyhogy további szép estét mindenkinek, sziasztok!